Köszönöm, kívánok kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek. Itt van a hashtag Bocskor, remek vendégekkel ma este. Újra, végre, itt van Risto Védi. Szandi. Vályi Pista. És Lovász Laci. Először is hadd dicsérjem meg még egyszer, Lacit már múlt héten megtettem, hogy tényleg milyen remekül helyettesítettél. Nagyon jó volt. Hát azért... De azért azt elmondanám, hogy azt mondta nekem, mert gratuláltam én is. Én is elmondom, hogy te mit mondtál. Hogy izgultál nagyon. Te hülye vagy. Ez miért olyan nagy baj? De ez jó, mert ha van egy egészséges izgalom, az kell. Ezért is voltál hát olyan azért, jó. Mert nem tudtam, hogy milyen lesz a nézettség. Egyet tudtam, hogy egy valaki meg fogja nézni a műsort. Meg. Jó volt, teljesen jó volt. Féltékén voltál, így voltál, de hogy is, én tökre örültem, hogy ő az, aki ide ül. Nem, én látom, nekem ez teljesen... Én nem akartam, hogy leromboljon valamit, amit fölépítettem 5 éven keresztül. De nem, tehát... Nem, gyakorlatilag hoztam rá új nyilászárókat, meg drive-itet. Igen. Megvédte a várat a Lacina, tehát ez a lényeg. Így van. Halálom, halálod. Halálom, halálod, drága barátom. Ez köztünk egy ilyen mondás. Jó. Aztán a másik a húsvéti, az a Szandi ruhája. Tehát, hogy... Igen. Én készültem, húsvét vasárnap van, én direkt ilyen virágmintás, igen. Kis decens visszafogott ruhám. Mondjuk úgy, ebben a ruhában már járt a nyuszi. Tök helyes, tök szép. Hagyott benne tojásokat? Értetlenebb tévénézőink. Persze, csak én kimondom azt, amit te nem mersz. Mindenkinek egyébként a ruházatán látszik, hogy fejezi ki a húsvétot. Kezdődik. Hát te a dinnyézoknit, de nem menj messzire. Jaj, te most azt kiszúrtad tényleg? Tényleg. Tehát te akarsz itt bárkit kritizálni. De hát abban úgy néz ki, mint aki éppen indul locsolni. Pontosan. Akkor mentek a kicsik volt így. Mondjál egy locsoló verset, kérlek, mert hát ugye itt ülünk kérni. Nem tudok. Tényleg. Nem tudsz. Nem tudok locsoló verset. Nem, hát a zöld erdőben nyilván tudom, de hát én annyira gyűlölöm a locsoló verseket, hogy... Miért? Szerintem olyan jó ez a hagyomány, tök jó. A hagyomány, a locsolás jó, de miért kell hozzá verset mondanom? Hát de mi, oda mész valakihez és azt mondod, hogy bum, lelocsolod? Vagy hogy te mi? Hát gondolom, te így udvarolsz. Szomszédok, hogy verseket írnak, személyre szabott verset írnak, meg dalolnak, meg szódásszifonnal. Miért nem idézünk valahonnan? Valami könyvből, magyar népmesékből, vagy nem tudom. Mondjon el egy mesét akkor. De egyre szebb, köszönöm. Egyre szebb. Na, jó van, locsolókat várod? Hozzánk szoktak jönni, igen. És bírod is, hogy ilyen tele vagy ilyen vegyes, ilyen DM szagokkal? Szerintem tök jó buli, én úgy fogom fel, hogy ez egy közösségépítő hagyomány. Legalábbis ott nálunk tök jó közösség van, ahol mi lakunk, rendszeresen úgy össze szoktunk járni. És igen, és én várom, és hogy mi a, idén mi a milyen vers lesz. Amit adsz? Tehát a... Hát a ruhát. Jó, hát általában egyébként... Te szereted a saját... kézzel gyártott díszeket, igen, fatojás. Igen, saját készítésű tojás. Persze, még előző este nem egy esztergálnia ízikvárásban. De én kifújom a tojást, és akkor az ilyen üreges tojás lesz. Ugye, de miért sajnálod a belsejét? Hát mert az megromlik, hogyha úgy adom oda, akkor egyszerűen büdös lesz, azt kidobják. Ha meg kifújom belőle, akkor el tudják rakni emlékbe. Ja, hogy így? Aha. Nálad mi lesz? Semmi. Mi lesz nálad, Évi? Hát semmi. Elengeded a kutyákat. De én nagyon szerencsés vagyok, mert nincs szomszédom. Tehát így nem tudnak átjönni a szomszédok. Se jobbról, se balról, se minden. Csak vannak kedves. Már olyan magányos vagyok, hogy szomszéd is elköltözött. De nem készülök semmivel, és nem is várok senkit. De úgy van...
De... szomorú leszel? Vagy boldogan, vidáman egyedül vagy még? Te, miről beszél? Hát oda jön valaki. Hát most nem értem. Hát figyelj, ha olyan jellegű személyek jönnének, mint Gábor, aki nem tud locsolóverset elvinni a nem létező kajámat is. Megeszi, megitatom, és egy pacsulival befúj, ez engem annyira hát, nem... Hát vagy jön és lobálja a slagot. Ilyenekkel ne ijeszgesd az Évit, nem szereti az ilyen vicceket. Igen. A meglepetéseket. Szóval nem készülök, de édesanyám párja mindig átjön, és akkor ő meglocsol, elmondja a verset, ihat valamit, és utána mehet haza. És utána távozzon. Igen. Na, tényleg. Tudjátok, hogy körülnézünk, hogy ki mivel történt, most a Pistával történt. No. Amit találtunk, képzeljétek el, hogy a mi Pistánkról sört neveztek el. Ja, tényleg. Igen. Rajta virít az arcképe. Rajta virít az arcképe, és... Kifejező. Ez óriási, ez tényleg jó. És ennél még szebb a leírás, ami a sörhöz tartozik. Ezt most megosztom veletek. Azt én írtam. Pista a hegyről. A rekkenő nyári hőség sokkolóan hűsítő ellensége, mely úgy zúdul keresztül rajtunk, mint Colin McRae a Bunnings ugratókon. Határozottan, megállás nélkül és vakmerően. A hűsítő láger gyermekkorunk legszebb pillanatait idézve, szinte... Ó, nekem gyönyörű pillanataim voltak a lágerrel gyerekkoromban. Igen. Ezzel én is így meghökkentem egy picit. Szinte azonnal oltja a szomjunkat, ízlelgetés helyett az elégtétel és a megérdemlem központunkat veszi célba. Nem köntörfalaz, amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan távozik, ám életkedvünkhöz minden kortyával hozzátesz egy-egy életerőpontot, hogy a végén blúzos lecsengéssel fordítson mély álomba a nyári hőségben. Az a lényeg, hogy mindegyikhez kell, tudod, vannak, minden ilyen piánhoz van ilyen hatalmas nagy költemény körülötte, hogy így van, a déli lejtő, tanninos gerinc, Igen. Te meg a gyerekkorunk vidám lágereit idézted. Így van, a gyerekkorom vidám lágereit idézted. Hadd mondjuk el, még mielőtt tiltakozó levelek jönnének az ATV-be, hogy a láger az egy sörfajta, ugye? Igen. Tehát, hogyha hiányos műveltség miatt valaki most a bocsinak támadna, akkor easy. Így van, tehát a láger az angol száz vidékeken gyakorlatilag egy picit ez a pilzeni-szerű söröket ez nevezik lágernek. Ez a legalapabb történet. Én azért választottam ezt a fajta sört mármint úgy magamnak, mert magamból kiindulva nekem nem vagyok egy nagy sörös, de ha megkívánom, amikor nagyon meleg van nyáron, akkor olyan jól legurítani egy korsó hideg hát sört, és gyöngyözik a pohár. Az, ugye? És így érzed, hogy így végig hűt, és na ezt az érzést, ezt csak egy láger. Vagy egy fiatal korunkban, gyerekkorunkban mindig a legolcsóbb sört ittuk, az általában a láger volt. Így van, hát a gyerekkorunkban. Hát most 16-17 évesen a... És ez a blúzos lecsengés, barátom? Figyelj, hát ott a gitár a kezemben. Jaj! Hát most valamilyen lecsengésnek kell lennie. Nagyon jól csináltad egyébként. Adtál egy hangulatot valamihez, egy termékhez, ami illik hozzá. Gondolkoztunk rajta, hogy most adok ilyen emlékérmet, a pistallér vagy valami, de azon nem lehet fizetni. Pistallér, Jézusom! És akkor csináljunk akkor sört, és akkor ez lett belőle, és hál' Istennek el is fogyott az összes. Jó, egyébként, hogyha megnézitek, abszolút image helyes a Pista. Tehát egy sörhöz ez a picit bozontos, jó, hát ez nem férfias, egy ott van. Szabadságszerető, bontubi váltsávó a sörhöz nagyon-nagyon passzol. Nem? Tehát, hogy ez a termék és arcpárosítás tökéletes. Jól mondom? Na, abszolút egyetértek. Akartam hozni nektek, de tényleg elfogyott. Jó, hát ez egy kamuduma. Nem. Mindenki, de mindenki. Te figyelj, mindenki. Én ittam meg minimum 10-et belőle. Jó, hát én is a családommal itatnám meg, ha rólam neveznek el valamit. Nem, azt szeretném... Még elnevezhetnek valamit. Hát egy medencét már elneveztek róla. Olyan is? Nem tudom. De, nem, azt szeretném tőletek most megkérdezni, hogy itt a Pistát alapul véve, hogyha itt egymás arcait, karakterét tartjuk szem előtt, de úgy próbáljátok, hogy most nem veszitek figyelembe azt, hogy mit tudtok róla, hogy ismeritek őt, hogy mit csinál, hanem csak a külső megjelenés alapján melyik arc milyen termékhez passzolna. Oké? Okay? Tehát most felejtsd, hogy engem milyennek ismersz, majd én leszek a legutolsó. Nézzük ezt, hogy Évit. Kösz.
Hogy szerintetek Évi milyen? Így, hogyha most csak egy fotót látnátok, nem ismernétek. Így, ahogy most van, egy ilyen sokmagos táplálék kiegészítő, Ristov 4000. Nem, hogy egy ilyennek tudnál egészséges életmód. De, nézd meg, milyen szigorúan néz ki. Hogy szigorú? Szóval, nem, nézd meg. Jóságot nem látok benne? Jóságot. De ilyet látsz? De most szigorúan hát néz ki, most olyára csinálták. Nem. Ha nem beszélsz, akkor egész másképp látlak. Tehát, én például látok benned visszafogottságot, jóságot. Jó, de most ez alkoholnak kell, vagy bármilyen termék? Nem, bármilyen termék. Ez sok magas termék. Ami jót tesz neked. Lehet sportteszköz is, vagy valami ilyesmi. De vonatkoztassunk egy kicsit a sporton, nem lehetne? De mondjuk lehetnék bármi más. Igen, szerintem a jóságos és a visszafogottságos. Megbízhat. De most figyelj, ez azért ebbe akkora nagy trúvája marketing szakmában. Magadért teszel, ha Ristovot eszel. Ennyi. Én simán, én egy húsfeldolgozó üzemarcon akarok adni. Nem, és sokkal szebbet. Én például el tudnának képzelni egy ilyen lekváron. Tehát, mert... Igen, és már ott van rajta, és tudom, hogy ő az a megbízható néni. De igen, Megbízható néni. Hát mi az, hogy néni? Te meg tudod, mi vagy? Hát akkor most hagyd meg. De várjál, van az a liszt, az a nagyi titka, az is olyan, mint te. Sima és fehér vagy. Én kérlek elnézést, de tényleg. Figyelj, ezt a műsort rólad nevezték el. Nagyon jól főz. Igen, nagyon jól főz. Tehát bármilyen konyhai eszköz. Ez már érdekelne. Ez már sok, de ne lekvár. Valami olyan, ami mindenen áttör. A lekvár. Minden. Figyelj, vársz egy fél napot, mindenen áttör. De én most a kis felöltőjét nézem az Évinek, hogy simán lehetne, nem tudom, egy ilyen vizer, vagy ilyen óceánjáró szolgáltatás. Vagy ha csak a fejet nézem, akkor én most bármilyen ilyen irodaszer, vagy ilyen titkárnő. Hát Évi, hát szemüveg! Éva Penna, vagy műveg! Na jó, gyerekek, nézzük a Szandit. Szandit, nem tudnátok, hogy mivel foglalkozik, nem ismeritek őt amúgy. Oké. A Szandi nektek milyen? Most egy kanapére. Most egy kanapére. Amire ráül az annak. De nézd, így fogja. Ez egy kanapére. A Szandiban van nekem valami 50-es évekbeli ilyen pin-up girl. P-vel a végén, van P a végén. Igen. Egyébként ez közel áll hozzám, ez a stílus. Igen. Igen. És úgy el tudlak képzelni, hogy én egy gyári munkás vagyok, és az öltöző szekrényemen ott van a képen. El tudlak téged úgy képzelni, hogy én egy gyári munkás vagyok. Na jó, van egy ilyen kis kíváncsi tekintete, nem? Szerintem valami cukormentes fagyinak legyen az arca. Nem, valami energiaital. De majd mi megmondjuk. Nem, de. Jó, bocsánat. Tisztán? Szerintem? Erősen gondolkodom, nekem még mindig egy ilyen bútorüzletnek a... Most annyira, annyira feldobják. Na látod? Tessék. Ezt akarjuk eladni. Na, ugye? De ezt teljesen mondtál. Olyan, mint az amerikai... Ilyen telesoppos. Igen. Hát ez teljesen. Kellékes. Megjött a kellékes. Csokolom Szandika a kanapén. Na jó, nézzük a Lacit akkor. Mondjátok. Én mondom, temetkezési vállalkozó. Nem mondott te. Lacinak van egy ilyen kis... Nekem a Laciról a kéményseprő jut eszembe, a szerencsét, hogy kaparó sorsod. Kaparós. Lovi! De át tudjuk, Pista, át tudjuk öltöztetni, tehát nem muszáj, hogy így maradjon. De szerintem lehetne például a hajas Lacinak a szalonjának az arca, ugye? Hát a haja állandóan mindig más. Ez egy másik Laci, de bent a hajas vág. Egyébként
egyébként a hajáról nekem mindig a nimfa papagáj jut eszembe. Én benne van annyi tartás, hogy amikor a felvételről elmentem haza, a családomnak mondom el, hogy mi jut eszembe. Én a nimfa papagájt nagyon szeretem. Nem beszéltük a... És annak is a fejét simogatod, vagy mást? Nem, de tényleg, tehát, hogy annyira... és most próbálok nagyon jól kijönni a dologból, annyira jó látom, nem, egyébként tényleg, tehát, hogy ahogy a nimfapak, tehát te, lehetne, hogyha most ezt kötünk, fésű reklám is lehetne, nem? Fésű reklám. Fésű reklám. Ez most egy depresszió elleni gyógyszer volt, amikor ezt csináltam. Hogy bármikor így áll, vagy a hajlak, na, hogy bármikor így áll a gyerekek, és a haja. Tekintete, ez a picit eszelős tekintet, néha olyan tényleg, mint egy ilyen kutya, amit hazavinnél a menhelyből, nem? Hát nekem mindenek vagy a neked kutya. Amelyik mondjuk reggelre átharapja a torkodat. De nem, hogy így nem gondoltok semmire? Nem, így csak te gondolkodsz. Na, én el tudnám képzelni, hogy te ilyen társasjáték dobozon lennél rajta. Tehát ez a... Szoktál ilyen arcokat csinálni. Amiben vannak dobókockák. Gyilkosos társasjáték. Ezen rög, érted? Én biztos, rendesen. Hogy hajha irányba mennék el. Tehát, ugye? Mert... Olyan kifejező a szemöldöke, lehetne, mint egy ilyen varázslóiskolának is a reklámarca. Most kicsit ilyen mágusos. Igen, most mágusos. Ugye van benne valami. Mozgasd így a szemöldöködet, tudod? De csak az egyiket. Most mi történik? Ugye? És én, gyerekek? Tudtam, hát ki szólal meg legelőször? Krisztó Éva. Utazási iroda. Micsoda? Mondd már, milyen alapon, tehát így... Micsoda utazási iroda? Ezt mondta, igen. Igen. Hát, hogy úgy elképzelem, hogy... Egész életében spórolt, jöjjön velünk egy óceánjára. Szerintem egy ilyen... Jól öltözött pajkos női segédeszköz, nem? Vagy... Mi van itt a fiókban? Bocsi! Az lehetne a bocsi. Ez mennék. Nem, mert nézd, van egy ilyen pajkos csillogás van a tekintetében, látom? És hogy kell rajtam elemet cserélni? Majd megmutatom. Lehet tekerős. Na jó, mindegy, mi még dolgozunk, Pista, neked megvan a terméked. Na, olyan nehéz napom volt, drágám, hozd már a fiókból a bocskort. Nem tudom, hogy tudnék ezzel együtt élni. Igen, volt az a csúk, csak fel kellett húzni. Jövünk vissza mindjárt. És... Igen. Látod, Laci, ezt nem akartam, hogy idáig nyújtsunk. Láttam az izgalmadat, igen. Jövünk vissza a reklám után. Egy hetes, körülbelül egy hetes igen komoly balhéval kapcsolatban. Cristiano Ronaldóról van szó, aki ugye a Manchester United csatára és az Everton ellen játszottak. Ott ki is kaptak egyébként, 90 percen keresztül agyon rugdosták a lábát tényleg véresre, és aztán a meccs végén ugye vonultak le a játékos kijárónál. És ott sokan videózták őket, telefonnal benyújtották a telefonokat, és a Cristiano Ronaldo az egyik telefonra ráütött, illetve a kezére annak, aki tartotta, és összetörte a telefont. Mint kiderült, ez egy 14 éves fiú volt, egyébként autista fiú, és hát az anyja óriási balhét csapott, és ennek volt egy-két következménye, de meg fogjuk együtt nézni ezt a videót, és nagyon kíváncsi vagyok többek között arra is, hogy ti érthetőnek tartjátok azt, hogy valakiben van egy ilyen rövid zárlat, elfogadható-e, vagy abszolút nem fogadható el, és megérdemli ezeket a retorziókat, amiket kapott. Jövünk, mutatjuk a videót majd a reklám után. És folytatjuk Krisztóf Évivel, Szandival, Vályi Pistával és Lovász Lacival és Cristiano Ronaldóval,
akit lehet szeretni, nem szeretni, sokan nagyképűnek tartják, sokan egy zseninek, egy istennek, azt biztos mindenki tudja, hogy nagyon jótékonykodó, adakozó, és most volt egy félrecsúszása, lehet így fogalmazni, múlt hét szombaton, és ez egy foci meccs után volt egyébként, a Manchester United az Everton ellen játszott, kikapott 1-0-ra, hogy a Manchesterben játszik Ronaldo, és hát szana szét véresre rúgva a lába, így vonult le a pályáról is. Ott a játékos kijárónál sokan videózták, és egyszer csak dühében az egyik videóra vagy telefonra rácsapott, azt összetörte, és ebből aztán óriási balhé lett. Először nézzük meg a videót, aztán beszéljünk róla. Na, látjátok, sántikálva jött le, érzett a lába, ezt el lehet mondani, és akkor ott egy ilyen fiatalabb kisfiú, egyébként egy 14 éves fiú videózta, rácsapott a kezére, kiesett a telefon eltört. Na, az még hozzátartozik a sztorihoz, hogy Ronaldo aznap még azonnal a meccs után bocsánatot kért, és meghívta a kisrácot az Old Traffordra, ugye ez a Manchesternek a stadionja, teszem hozzá, a srác Everton drukker volt, tehát nem annyira manchesteres, és... elmondta, hogy igen, tehát hogy ezt nagyon-nagyon sajnálja, de aztán jött az anyuka, a gyereknek az anyukája, aki ennél jóval harsányabb volt, egyből az újsághoz fordult, és elmondta egyrészt, hogy ugye autista a kisfiú, másrészt, hogy az egész napjukat ezt tönkretette, a fiú nem tudott aludni, és még mindig fáj a hüvelykújja. Ráadásul ez volt az első meccs, amire kiment, és így el is ment a kedve az összes futballmeccs látogatástól, és a rendőrség nyomozást folytat, mindenkit meg fog hallgatni ezzel kapcsolatban. Itt tartunk egyelőre, majd lesz még egy folytatása, de először beszéljünk erről, amit itt láttatok. Tehát, ki mit gondol arról, hogy itt most, ami történt, az egy ilyen bagatell dolog, nem olyan nagy dolog, nagy ügy, csak fel van fújva, mert ő a Ronaldo, vagy ennek nem szabad előfordulnia? Parancsolj. Köszönjük. Hadd segítsek, parancsolj. Most akkor kezdem én az első gondolatot. Mindenki rád néz. Nem, mert ahogy jött ki szegény, alapvetően a Ronaldot nem lehet emiatt hibáztatni. Hát éppen egy olyan pillanatban történt ez, amikor senki ne vegye őt fel közelről, és biztos, hogy mindannyiunknak van ilyen pillanat, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk azt, hogy idegen emberek így felvegyenek minket telefonnal éppen egy nagyon-nagyon rossz pillanatunkban. Bizony. És akkor nagyon nehéz ilyenkor másodpercek alatt döntést hozni, hogy most ez esetben mit csinálja. Valószínűleg belőlem ez nem jött volna, de aztán lehet, hogy igen, egy olyan pillanatban. Ronaldot abszolút nem ilyen embernek ismerjük. Hát ő mindenki mellé odaáll, fotózkodik, amit mondtál az előbb, jótékonykodik, tehát ő nem ilyen egyébként. Tehát ott egy rövid zárlat volt nála. És bocsánatot kért. Igen, de hát itt az anyuka nem akar ezt annyiban hagyni. Évi sportolói szempontból tud-e lenni sport teljesítmény közben egy olyan fokú frusztráció, stressz, amikor egyszerűen, pedig tudod, hogy egy fegyelmezett ember vagy, mindig is így élted az életed, ahogy ő is, és egyszer csak valami miatt a biztosíték kisül. Ne viccelj már, tehát először is, aki jár foci meccsre, érdemes elmenni, és érdemes meghallgatni, hogy egy ellenfél, vagy egy adott esetben, ugye, ahogy itt el is mondták, hogy egy Everton szektor mellett mentem, hogy őket nem engedik össze, ez egy fontos dolog. Tehát elmész egy szektor mellett, ahol vélhetően azért azt nem hallottuk, hogy mondjuk szitták az édesanyjának és annak rokonait egybe. Nem hallottuk, de volt, tehát volt olyan felvétel, ahol ezt lehetett hallani. Így van. Igen. És akkor benyújtanak az arcodba egy kamerát, miközben az egész... És nem csak az arcodba, hanem a sérülésedet vette, tehát így lentről. Igen. Tehát egyrészt, másrészről pedig egy óriási kudarc élmény érte a Ronaldot, ugye tehát egy bukott mérkőzésről beszélgetünk, ahol egyébként felrúgták, ahol ő, aki egy maximalista ember, nem tudta hozni azt a teljesítményt, azért álljunk már meg egy pillanatra. Akkor mindenki Ronaldo akar lenni, mikor 3 gólt rúg mondjuk egy meccsen, utána pedig, hogyha egy vereség éri, akkor pedig ráhúzunk még 8000 dolgot. Igen. És egy sportolóról beszélünk, és szerintem az emberek, akik mindenki fotelszövetségi kapitány, és mindig mindenre azt mondjuk, hogy jó, hogy emberek...
Ronaldók akarnak lenni, de szerintem a Ronaldo is Ronaldo akar lenni. Ez nem, meg a Ronaldo, ezzel járt. Tehát, Ronaldo ez, ember akar lenni. Ő végezte a szakmát, nem úgy, hogy egy kis műhelyben ő forrazgatott, megégette az ujját, és nem tudom, ez egy kellemetlen helyzet. Fíjnál, próbáljál már meg tehát, valaki hogy... 90 percig futkorászni, úgyhogy folyamatosan fölrúgnak. Tehát ha ezt valaki otthon, ott csak otthon a lakásban kezdjen el egy férj és feleség. Én látom, ahogy Laci is futkározik. Gancsolják el a gyerekek. És utána menj át a szomszédhoz, és adj neki egy interjút. Nem, azért úgy jut, hogy egy férj és feleség, tehát valószínűleg meg kell kérnem a feleséget, hogy ezt játsszuk el. Légy szíves, rúgjál már fel, mint a bolond bombát. Én most itt el fogok szaladgálni, rúgjál föl. De te, Laci, mit akartál ezzel a forrasztópálkással mondani? Én azt akarom mondani, hogy a... lehet nekem támadni rögtön, hogy rossz a párhuzam, de hogy érted, a színész is, ha bármi történik a színpadon, a közönség előtt, akkor kivonszolja magát a takarásba, és ott kezd el szentségelni, meg nem tudom, tehát hogy nem jöhet ki abban a közegben, mert ez a foci, ez sajnos így van, ráadásul ezen a szinten, hogy ez rohadt nagy nyilvánosság előtt zajlik. Tehát, hogy az embernek az, hogy amikor elszakad egy cérna benned, és azon belül neked mi van a visszatámadási vagy de, védekezési készletedben. De, és bocsánat, és nem a Ronaldot szeretném védeni. Nagyon-nagyon sok sportolónak látjuk a nyilatkozatait, ha sír, ha azt mondja, hogy nem sikerült, emberekről beszélgetünk. Igen. És most itt az, hogy ez egy autista gyerek, és bocsánatot kér, és hogyha most 8 házat vesz a nőnek, mert hogy a Ronaldo pénzes és akármi, ettől azért álljunk már vissza egy pillanatra, és nem a Ronaldo mellett állok, hanem a sportolók mellett, hogy mi emberek vagyunk, és hogyha nekünk kudarcért, akkor igen, hadd sírjam már el magam, és hadd mondjam el, hogy én egy gyenge igen. ember vagyok, mert te is elsírod az életedben magad bármilyen helyzetben. És azért, de egy igen, de itt nem csak gyengeséget mutatott beszélni. A Ronaldo, hanem itt pontosan az a fajta önuralom hiányzott belőle ebben a pillanatban, amikor ugye ott van az, én megértem, teljesen megértem, amit mondasz, de nagyon nehéz így beleképzelni magam, hogy én oda csaptam volna, vagy sem. Tehát ez egy rövid zárlat. Ő soha nem csapott még oda, most oda csapott. Hát de miért pont... Zidán is lefejelte az ellenfélt. Pont ezért mert... lehetne megérteni. Ez a sztori addig kerek, amíg azt mondta Ronaldo, hogy elnézést kérek, gyere ide, körbeviszlek, valami. Ott kellett volna ezt befejezni, ezt az egészet. Igen. Én úgy gondolom, mert annyira lehetne gálánsan. Befejezni gyereke. Kinek a részéről? Hát, mert ugye itt van a sajtó, van az anyuka, és aztán van még egy szervezet, erről mindjárt beszéljünk, aki szintén levonta a következtetéseket ebből, és szankciókat hozott Ronaldóval szemben. Tehát, hogyha a bocsánatot kér, a klub, azt teszem hozzá, a Manchester United nem intézkedett Ronaldóval szemben, ők azt mondták, ez a bocsánatkérés ez elegendő volt. Ez akkor itt nálad pont. Hát ez így lenne. Volna, és szerintem így lenne is. A normális, hát, én azt gondolom, figyelj, hogy itt az Teréz anya is felrúgta a macskát, csak nem volt ott egy kamera, hogy lássa, érted? Biztos vagyok benne, hogy... Teréz anyáról kinézed? Hát sose tudhatod, ott voltál. Hát pont láb alatt volt, nyímálkot rodja, érted? Szóval nem tudhatod most. Oké, anyaként mit gondolsz erről, Szandi? Ha te lennél annak a gyermeknek az anyja, most nem kell, hogy autista legyen feltétlenül, és látod, és van egy kis véraláfutás a kezén, telefonja összetört, a gyerek meg van ijedve, anyaként... Tegyük fel, mondjuk felháborodtam volna, tegyük fel, így történt volna, akkor is, hogyha a Ronaldo bocsánatot kér, felajánlja, hogy elviszi, hát akkor természetes, hogy azt mondom, hogy jó, mindegy, felejtsük el, és köszönjük, kész. Tehát azért a Ronaldo még aznap bocsánatot kér, ő is ember, tehát meg kell érteni ezeket a pillanatokat, és amit mondott az Évi 90 perc után, miután össze-vissza rúgdosták, még így közelről veszik, tehát teljes, én megértem őt. Tehát... Amikor megidealizálunk valakit, akkor el is várjuk, hogy úgy viselkedjen, elfeledkezünk róla, hogy ő is csak olyan, mint mi. Igen, és ő is ember. Amikor kitör belőle egy ilyen hétköznapi emberi dolog, mert már nem bírja, mert eldurrant az agya, akkor meg csodálkozunk rá. Holott mi magunk is ugyanezt csináljuk, csak másképp. De egyébként így van is. Ez is egy érdekes kérdés, hogy gyakorlatilag ez tényleg csak az átlagember luxusa, hogy dühöngjünk. Tehát, hogy a sztárok, azok nem engedhetik meg maguknak? Dehogy nem. De miért nem? Hát elvileg igen, gyakorlatilag meg... Nyilvánosság előtt nem. Én még csak azt sem engedhetem meg magamnak, hogy mérgesen beszélgetek a gyerekemmel telefonon, mert vásároltam egy bevásárló központban, és a gyerek, valamelyik gyerekemmel emelkedettebb hangon beszéltem, de még csak se nem káromkodott, semmi nem volt. Oda jött egy pasi, megcsükködte az arcomat, és azt mondta, hogy Szandik, most bemutatom rajtad. Szandika! Nyugodtan így, kérlek. De így, de tényleg így, ez nem túlzás. Nem így szoktunk meg, hát mosolyogjál! Jézus Mária! Tehát, hogy ilyen szinten... Nem, tehát én könnyen nem tudtam, és erre hogy reagáljak. Kiüti a telefont, és utána még benyúl az anyuk, hogy Ronaldo, nem így szoktunk meg, hogy csapkodod! Na akkor hadd tegyem hozzá, hogy Ronaldo egyébként egy ilyen gyermek
gyerekeket támogató szervezetnek a tagja volt, a nagykövete, a Save the Children-nek. Egyébként ő talán a legtöbbet adakozó világsztár, ezt komolyan mondom, az UNICEF nagykövete, több kórházat építetett, több 100 millió fonttal segítette az Ice Bucket Challenge-et annak idején, elárverezte a 2013-as aranylabdáját jótékony célból, a szállodáit Covid kórházzá alakítatta át a pandémia alatt, és most ez az első szervezet, amit említettem, a Save the Children, gyakorlatilag megváltak tőle, tehát kirúgták, mint nagykövetet, mert hogy szerintük vállalhatatlan, hogy valaki őket képviselik, aki így bánt egy gyerekkel. Na, ez egy érdekes kérés, és tudom, hogy már elmondtátok az érveiteket, de ugyanakkor érthető-e az, hogy olyan szervezet, amely a gyermekek védelmét, stb., és a Cristiano Ronaldo a nagykövetem, vállalható még az arca egy ilyen után? Ez most, gyerekek, nem embert ölt. Föl se nézett, meg se nézett. De nem, de figyelj, föl se nézett, azt se tudta, hogy kinek a keze lóg be. Lehet, hogy nem is tehát tudta, hogy szerintem ez, egy ez most, hogyha egy 60 éves, vagy mit tudom, 50, vagy te kezedre ütött volna, akkor lehet, hogy te kértél volna inkább egy aláírást, mert hogy valaki hozzáért a kezedhez. Vagy elárverezed a telefont, ezt verte ki a kezemből a célra. És akkor majd ez is lesz, hogy elárverezik, ugye, mert ebből is pénzt lehet csinálni. Tehát szerintem azért ez nem, tehát ez egy bagatell dolog. És bocsánatot kérek bárkitől, ha úgy gondolják, nem direkt csinálta. Próbálja ki valaki helyette, ugyanezt az utat járja végig, és utána ítélkezzen fölötte mind a Save the Children és a többiek. Egy az, aki ennyit adakozik és ennyit tesz ezért. Ekkora hibát, ha elkövetett a 37 év alatt, hát az vesse az utolsó követ, aki nagyobbat nem hibázott. Minden szavaddal egyetértek. Jaj, ez a harmónia! Teszem hozzá, egyébként nem is okos, mert ugye a Save the Children, meg hasonló más szervezetek ugye nagyon-nagyon függnek attól, hogy kik állnak melléjük, tehát hogy milyen arcok vannak. Uh-huh. Tehát túl azon, hogy Ronaldo is ad oda pénzt, amit nyilván gyerekeknek osztanak tovább, de az ő arca miatt te is, más is, hétköznapi igen, emberek is sokkal inkább adakoznak. Tehát gyakorlatilag az, hogy Ronaldo-t onnan kirúgják, a gyerekektől veszik el a pénzt. Igen. Szóval, hogy van még egy igen, ilyen hátulütője is. Nagyon, a PR-osat nem volt a szakma csúcsán, ezt még azért még gondolkozni kellett volna egy picit, hogy... Most de akkor... Te egyébként el tudod képzelni, Évi, hogy veled történik egy ilyet? Amit átúszol Doverig, néhány fésű kagyló megcsipkedi a vádlidat, iszonyatosan dühös vagy... Mi az egy fésű kagyló? Nem a víz, nem az alján úszok, érted, amit tónak, hanem a víz tetején. Egy medúza uszájt húzol magad után. De nem, sem hát... Sem a sziklán. A medúza, ami ott így, úszkál. Minden, hát okay. ott vagy, előtted van a csecsen versenyzőtársad, ő fölkavarta a vizet, a fésű kagyló rád, ráadásul második lettél, kimászol, baromi dühös vagy, elsőnek kellett volna lenni. És ott van a csecsen versenytársadnak a szurkolója, és a vérző vádlidat videózza. El tudod képzelni azt, hogy dühös vagy? De tényleg, elképzeltem, hogy egy bicskával feszegeti le róla a fésikat. Ja, el se engedte, igen. A kérdésedet se értem. Hát de ki ne lenne ebben a helyzetben ideges? De most komolyan. Nem, ideges, az oké, de hogy az a rövid zárlat. Hát biztos, hogy... Hát egy az, hogy nem ütöttél meg embert úzó versenyen, ugye? Nem. Tehát, figyelj, de benned van az... A, benned van. De miért? Hát nézd, van ember, aki kihozza belőlem. Oké. Okay. Ez. És hogyha ezt megfordítjuk, te úszol utána, már állandóan visszahúzol, és ismernélek így, és érezném, hogy ez vagy, tehát ilyen... Egy fésű kagyló. Egy medúza, ami állandóan így csíp, érted? Akkor biztos, hogy oda mennék, és így megcsinálnád, tehát meg egy ilyen... Érted, lazár. De ez, ha te lennél, mással nem. Tehát megcsapnál hát, fegyelmezhetek valamit. Mikor durrant el utoljára az agyad? Te egyébként nem durranál. Nem, hát a fia Gábor itt a sminkben eléggé föl tud húzni. De egyébként tehát olyan nincsen, de az, hogy egy sportoló, amikor egy kudarc ér, és amit nem látnak a nézők, például úszóversenyen számos esetben, hisz ebben nőttem föl, és magamat is mondhatnám, az, hogy dobálod a cuccodat bele a táskába, és akkor hozzád akar szólni valaki, és akkor megjegyzéseket tesz, hogy pont most nem mond már el az életedet, mert pont nem érdekel, aha, miközben éppen második lettem, és világbajnoki második vagy, vesztettél,
20 éved van benne, és oda jönnek, hogy semmi baj, hát én nem. De roppan nagy a baj, gyerekek. Igen. Mert 20 évet dobtam a kukába, és ha hazajövünk, mindenki arról mond, hogy szegény, de nem baj. De baj. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy, hogy kijössz és második, kösz. Hm? Én vagyok az első, aki veszített. Igen, tehát hogy igen, kösz. Tehát hogy tehát hogy ez nagyon nehéz az érzéseket és az indulatokat ilyen helyzetbe kezelni. És mert... biztos vagyok abban, hogy mindannyiunknak volt már ilyen az életében, most ha eszünkbe jut, ha nem. Tehát emberből van a sportoló, emberből van az énekes nő is. Drága énekesnő. Egyébként van ez társágilag különbség, társágilag az előadó művész és a sportoló között? Megmondom, miért kérdezem, mert ugye a sportolónak a motivációja, amikor elindul a pályáján, nem elsősorban a média jelenlét. Egy színésznél, egy énekesnél, egyszerűen, ha nincs társág, akkor az egész nem ér semmit. Hát tehát, nekem hogy... körülbelül 2 évbe telt, míg felfogtam, hogy én énekesnő vagyok már. Tehát én engem aztán abszolút nem motivált az, hogy én sztár akarok lenni, meg ismert akarok lenni. Tehát, de azért általában az előadókat igen. Tehát nem a címlap a motiváció, de hát akkor vagy igazán sikeres színésznőként, énekesnőként, hogyha ezt eléred, ezt a státuszt. Egy sportoló tök másképp közelíti meg, nem? Csak aztán a végén ugyanott találkoztok. Hát azért ugyanott nem. Ugyanazokban az újságokban nem szerepünk. Tehát minket a média része ilyen téren nem érint. Az elején egyáltalán nem. Tehát igen. Az első újságcikk az így nagyon érdekes, hogy benne vagy a helyi lap alsó lábjegyzetében, amikor nyertél valamit, de hogy mi ezzel, és ezért nagyon nehezen kezelik a sportolók a médiát, mert ez az egy dolog, amivel nem készül. Igen, de most tényleg... Figyelj attól, hogy milyen sportot csinálsz, hogy egy felkapott sportot művelsz, vagy... Melyik vagy, a felkapott sport vagy, az országban? Hát itt, mondjuk, én tudom, nyilván a labdarúgás, de lehet... És mondjál egy híres interjút. Interjút. Igen, de mondjuk, aki biliárdozik, vagy... Aki biliárdozni kezd, az lássa, hogy előbb-utóbb jön a média. Nem, mert ugye azt szokták mondani, csak szerintem igen, a sportoló egy tök más motivációval indul el, mint egy előadó művész, hogy ugye ismert embereknek többet kell elviselni az átlag embernél, ezt rengetegszer halljuk. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk el kell viselnünk azt, hogy az arcunkba nyomják a telefont, vagy téged megcsipkednek, amikor a gyerekeddel beszélsz. Nekem el kell viselnem azt, hogy a gyerekemmel sétálok, és valaki ott nem tudom valahonnan. Miért kell jobban, mint egy átlag ember? Miért kötelességem nekem ezt tűrnöm? Miért nem lehetek egy Ronaldo, és rugom ki a kezéből azért, a telefon. Azért, mert van benned annyi empátia, megérted, hogy annak az embernek te vagy valahol egy példaképe, vagy ő nem, neki... Nem, erről szó sincs. Neki ez, neki erről arról van szó, hogy rajong, érted, hogy amikor valaki... Nem rossz indulatúan jön oda hozzá. Igen, az soha nem lehet haragudni arra. Nem szabad. Nem igen, szabad. De nagyon egyszer sokat ki valakinek a kezéből a telefont, és másnap tele lesz a sajtó azzal, hogy a Bocskor egy paraszt. Vagy bármelyikünket mondhatjuk. És ez nem is kell telefon. Megelőztelek, Évi, megelőztelek. Amúgy most tényleg egy kanyarral előtted volna. Látod, hogy ügyes, látod, tanítom, mit nem vágod. Köszönöm. Nem mondom, hogy abban a pillanatban már a saját munkádat, meg a megélhetésedet veszélyezteted azzal, hogyha te jelzed valahogy azt, hogy sok, tehát hogy elég. Hát lehet szerintem. Azt normálisan is jelezni, nem úgy, hogy kiütöd a telefont a kezéből, hogy oké, ez eldurrant a szagyadat. Feltéve van egy olyan pillanat, mint amilyen ez volt, tehát hogy nagyon nehéz ezt kezelni, és tényleg az ismert embernek sokkal jobban oda kell figyelni, mert egy csomó minden olyan dolgot nem tehetünk meg, amit egy nem ismert ember megtehet. Jó, hát ti. Én nem, de hát... De jó, hát te beszélsz, én is sörarc. Haló. Na, beszéljünk egy másik... témáról. Galambos Dorinát mindenki ismeri, 2003-ban szerepelt a Megasztárban, aztán ugye Péli Barna felesége volt, 4 éve váltak el, és elég nagy csend volt, aztán is most egy nagy interjút adott, és egy érdekeset mondott a korral és a gyerekvállalással kapcsolatban. És ezt most elmondom nektek. Azt mondta Dorina, az időből is kezdek kifutni. Ezen kívül elég nagy bátorság gyereket szülni erre a világra. Vírus, háború, természeti katasztrófák soroljam. Nem is akarok olyan sokáig
haláláig élni. Már az 50 év is billeg, na jó, maximum 60 éves koromig szeretnék élni, nem várnám meg a járókeretet, ha nem muszáj. Eddig is csodás életem volt, tök jó dolgokat csináltam és éltem meg, szóval elégedetten halnék meg. Mennyire pozitív hangvitelű interjú lehetett. Igen. Nem, ugye? Feldobja a napodat. Hogy érezte magát? Az életről lejött. Igen. Szerintem, szóval... szerintem ő nem boldog. Hát akarod ezt... nem semmi meglátás. Akarod ezt elemezni? Figyelj, Dorina egyébként 38 éves, tehát 12 évnél már, 12 év múlva már billeg, de 22-nél már gyakorlatilag be akarja adni a kulcsot. Itt azt mondja, hogy csodás élete volt, ugye, és nagyon jó dolgokat csinált. Nektek egyébként megvolt az életetek csúcspontja? De ez, hogy miért múlt időben beszél róla egy 38 éves ember? Ő most már kifelé megy. Mit fejezed be? Az életet. Befejezte az életet, csak most várja a halált. 60. Ez van. De most, mert azt mondja, mindene megvolt már. Nektek megvolt az életetek csúcspontja? Dehogy volt. Dehogy volt. Már. Hát sose tudhatod. Így van. Lehet, hogy kimegyek innen, azt mondja, találok egy zsák aranypénzt. Meg felesek benne a járdán. A tévénéző kedvéért mondjuk egy kőbányán van a stúdió. Erre a csúcspontra nagyon számítsák. De lehet, mert hogy mondhatsz már ilyet? Mert én mondtam, basszus, Dorina mondta. Egyébként neked most az olimpiai arany után még jöhet bármi? Van... De hogy is, hát annyira, de Gábor, hát mi? Hogy ne jöhetne? Hát az egy pont volt az életemben. Hát még hány tervem, célom, és annyi minden jó dolog is volt, és van előttem. Hát jó. Igen? De ezt várod is, tudod? Hát figyelj már, azért születtünk le, hogy éljünk már itt. Hát nem az, hogy lezárom 37 évesen. Én inkább azt látom, mintha ilyen motivációját vesztett ember mondaná ezt. Hát de most azért, mert elhagyták, nem? Hogy elváltak, azért nem kell a világ végének lennie. Hát téged is hány ember hagyott, és tök jó vagy. De hogy ez tök gáz szerintem. Ja, Laci, neked olyan lineáris az életed, nem? Se nagy mélységek, se nagy magasságok. Ne elemezzük a karrieremet. Az életedről beszélek. Magyarán szóval olyan semmilyen, csak úgy van. Szóval, hogy ahogy a Szandival most így elmondtuk neked, úgy látom, hogy beletörölték a szájukat. Nem, tehát ezt húznád még tovább? Hát figyelj, végül is életem csúcspontjára értem, veled dolgozhatok minden reggel. Jó! Nézd az Évi arcát! Térjünk erre vissza. Nektek mi volna, ő ugye 50-60-at mondott, nektek mi volna az az életkor, amire azt mondanátok, ha azt elérem, az oké? Okay. Egy dolgot szeretnék, mielőtt meghalok, megöregedni. Hát semmi más. Jó, de az lehet. Na, 94 évesen is, majd 77. Lehet. Hm? Ameddig csak lehet. Tehát neked, ami benne van, és járókeret, mindegy, ápoljanak, toljanak ide-oda. Ó, hát nyilván már terhére nem akarok lenni senkinek, de... De miért? Hát annyi mindent tetszést. Nem akarok elkeseríteni, de akkor lassan. Igen, de annyi mindent tettél más emberekért, miért ne tologathatnának azt árából? De akkor oda, ahova én mondom. Ez nem mindig van így. Na, hát ez mindegy, mert nem mi befolyásoljuk ezt, tehát hogyha olyan lesz a helyzet, akkor olyan lesz, és nem fogsz tudni, mit harakiri, vagy mit, tehát mit csinálsz. Nem tudsz mit csinálni. Egyébként én egyszer mondtam a Csabinak, hogy de én úgy érzem, hogy szerintem én olyan 80 éves koromig fogok élni, és akkor erre ő mondja, hogy és akkor én mit kezdek, majd 96 évesen kezdjek el egy új asszony után nézni. Tehát, hogy ezt csak azért mondtam el, mert hogy tehát még 96 évesen is, tehát hogy mindig, tehát 96 évesen is lehet akár motiváltnak lenni az irányba, hogy új asszony keresem, ha én ott megmondanám 80 évesen. Tehát, hogy szerintem, amit azt hiszem te mondtad, hogy a motiváció visz előre. Tehát, ha van valami, ami engem vagy rövid távú, vagy hosszú távú, de valami cél, amit el akarok élni. Hát fordítva lenne, hát te lennél idősebb, és akkor te is néznél egy fiatalabb pasi után? Nem. Soha. Mi van az a mondás, hogy öreg serpenyőbe is megsül a friss kolbász, és akkor ez... Ezt már lehet, hogy kivágjuk. Húha. Hát próbálnám de akkor. De hogy te is még élnél? Még úgymond még csinálnál? De ez hogy, ha Csabi elbandukol az öreg vadász mezőkre, akkor a Szandi még... Igen, a Szandi néni azért még... Tehát Szandi néni kapható volna aztán gyorsan. Kimenne a piacra a banyatankkal vadászni? Én
Egy új teflon bevonattal. Én csak tudom elképzelni az életemet. Na hát akkor ti boldogok vagytok. Hát, hát ők nagyon, hát ők nagyon, abszolút. Itt volt egy másik súlyos mondat. Azt mondta, ugye, és ezért másoktól is sokszor halljuk, hogy nem szeretnék erre a világra gyereket, háború, vírus. Hát akkor melyikre? De egy ilyen gondolkodású ember ne is szüljön gyereket. Tehát ha így gondolkozol... De hát azért ez nem tud egy valid gondolat lenni, hogy annyira szörnyű, amit itt mondanak ugye a környezettel kapcsolatban, a klímával kapcsolatban, a háborúk vannak, stb. Felelőtlenség gyereket a világra hozni. Ez nem tud valid lenni, ez a gondolkodás? Mindig születtek gyerekek, háború kellős közepén is születtek gyerekek. Hát igen. Valaki nem tudja visszafogni magát. De nálunk béke van. Itt nálunk béke van. Hát nálunk béke van, de hát a helyzet azért mégiscsak egy picit forróbb. Na mindegy, de... Hát nem tudom, akkor mi gyerekeket vállaltunk, akkor még nem voltak ilyen kérdések azért, igen. Vagy nem volt ennyire jelenlévő ez a kérdés. Hol volt háború, amikor te nemzetted a gyereked? Malaviban. Nem tudom. És milyen volt a klímahelyzet? Lehet mondani, hát ez az, hogy nem beszéltünk róla, tehát még azért nem volt ez. Nem hogy... volt mérlegelés a gyereknemzés kapcsán. Abszolút nem. Nem volt mérlegelés, hogy ez a világ szörnyű, érdemes-e, Szandi, nálatok a nemzés, az hogy nézett ki? Egy gombolc fagyival kezdődött. Tehát volt-e duma előtte? Volt-e dumcsizás? Mondd el. Mi ment akkor a híradóban? Akkor így kérdezem. Mi mindig szeretünk beszélgetni. Annyira benne vagyunk a sűrűjében, hogy innen már nem jövünk ki soha. Jó, akkor aggódtok-e azért a gyerekeitek, ugye neked már felnőtt gyerekeid vannak, nálad? Kicsik még, Laci már tínédzserek. Igen, nekem is. Aggódtok-e azért, hogy ha mi már nem leszünk, akkor ők milyen világban lesznek? Ugye hát mégiscsak lehet hallani, hogy globális felmelegedés, Putyin, hát... ez a kettő mégis. Igen. Tulajdonképpen ennyi. Ezeknek már le kéne ülni egymással. Nagyjából, igen. Én azt gondolom, hogy itt az ATV már komolyabb műsorokat is rád bízhatnának. Egyébként simán. Hát azért itt én vagyok a csúcs. Szóval nem aggódtok ezek szerint. Sokat gondolkodom ezen, meg sokat beszélgetünk ezen. Szoktam. Én azt gondolom megoldásnak, hogy megpróbálom úgy nevelni a gyerekeimet, hogy megállják a helyüket akkor, amikor már mi nem leszünk. Igen. Abszolút. Hogy alkalmazkodjon. És bízol-e a gyerekeid generációjában a tekintetben, hogy ők meg fogják oldani azt, amit mi nem tudtunk, akár klímaváltozás ügyében. Ugyanezt mondták a mi szüleink rólunk. És? Egész jól vagyunk. És egész jól vagyunk. Igen. És Évi, te megvárod a világbékét és a globális felmelegedés leállását, és akkor nemzel? Tehát, hogy mihez kötöd? Nem. Nekem van elképzelés, hogy 40 előtt még szeretnék szülni egy gyereket, de hogy nekem... Húzunk bele, mert 35 van. Ezzel lezártuk, mert... Hát most erre mit mondjak, mert már... Te vagy a műsorvezető, én ne segítsek már. A műsorvezető elküld benneteket a reklámba. De aztán jövünk, egy nagyon-nagyon kedves lánykérést mutatunk be, Amerikában történt. No, még 40 előtt! Just in time! Még 40 előtt! Egy nagyon kedves lánykérés, egy fiatal pár, egyébként 17 éve vannak már együtt, és egy nyilvános helyen, egy étteremben a férfi megkérte a lány kezét, aztán jött egy kis csavar, de ezt majd csak a reklám után mondom el. Van még egy rend.
remek, hát ez is párkapcsolati téma, a lánykérés, gondolom minden lány álma, de ezt majd megbeszéljük mindjárt. Tehát Amerikában történt, egy pár 17 éve vannak együtt, és aztán 17 év után úgy döntött a férfi, hogy megkéri a lány kezét, méghozzá nyilvánosan. Nézzétek meg a videót. Yo, can I have everybody's attention, please? Everybody's attention? I've been with this woman right here for 17 years. Our first date was right here. I love her to death. I just want to ask her, will you marry me? Will you marry me? Yes. You say yes. You say yes. Mi van? Hát én kulcsot már én imádtam. Mi? Hát én ezen nem tudok keresni. Nevetni. Én sem. Hát oda mennék és bevágnék egyetemnek a csávónak. Ide kellene Cristiano Ronaldo ütése. Na, ide. Gyerekek! Hát ez tök jó volt. Marja jó. Ne. Mi? 17 éve együtt vannak, egy kis huncutság nem fér bele? Hát ez huncutság. 17 éve vár a csajára, hogy megkérje a kezét. Ezt ő nagyon jól tudja. Hát és akkor csinált egy tréfát. Hát de jó pofa. Hát de jó pofa, nyilvánosan. Igen. Megalázva. A legnagyobb érzelmeket kihozom a páromból, mindenkit. És akkor ezt hallgassák, óriási, óriási, 17 éve együtt. Csaj már izgul, hogy mi történik. És akkor azt mondja, hogy hozzányoz feleségül, és a csaj a kezébe temeti az arcát, és összeroskad, mert az érzelmek annyira föltolódnak. Mert van egy szerzői pasi. Látják, látják? Na, ne. Hát ez mekkora gyökérség. Én egyébként nem kijöttem volna, hanem rendesen. Akkor ti azt mondjátok, hogy ez nem volt egy jó vicc? Nem. Nem. Ez egyáltalán nem vicces. Én amikor először láttam ezt tegnap, ezt a videót, én tehát spontán harsányan kacagtam. Ez a bosszú, de nőknek. De akkor ez mit, nem bosszú, nem mondom de akkor, akkor rólam ez mit mond el? Hát sok, sok minden, szerintem sok minden. Egy pár nézőt elveszítesz most. Jó, viszont a 17 éve vár ez a nő arra, hogy megkérjék a kezét, akkor miért nem ő kérte meg a csávójét? Hát mert nem így szokták. Hát ez, hogy nézne már ki? Na de haló, hát valamit baromira akarok, nem történik meg első év, harmadik év, 12. év, még mindig, akkor 15. évben miért nem kérem meg a kezét a csávónak? Hát vannak, akik 20 év után házasodnak össze. Na hát akkor még van 3 éve jóvá tenni ezt. Ezt innen már nehéz nyerni. Szerintem, amit láttuk a videóban, hogy a csaj így azonnal megfordul, és kimegy az étteremből, szerintem akkor láttam utoljára azt a csávó. Megy a barkács, zár csere, stb. Literes kólával így rá kellett volna löccsinteni, vagy valami ilyesmi, és úgy. Tehát ez én továbbra sem fogom fel, tehát érted, az emancipáció az miért ne tarthatna ott akár, hogy ti kéritek meg a mi kezünket? Teljesen nonsens. Nagyon, hogy egyedül érzem magam ebben a stúdióban most. Nem véletlen. Gábor most egy csomó női nézőt elveszített. Most hát, már... És egy másik csomót megszerzett. Jó, számít te itt súlyosbító körülményként az, hogy ez itt a nyilvánosság előtt tört? Nem. Egyáltalán nem. Nyíltan megalázta a párját, akivel igen. 17 éve együtt él. Tehát csak ez úgy mondom de neked. De ez nem alázás ért. Volt, ez de. Vicces, ez egy vicces rasta fiú. Alázás volt, és ráadásul egy csomóan felvették a telefonnal, és nem csak ők osztották meg, hanem egy pillanat. Ezért rossz dolog az, de hát azt hiszed, hogy vicces. De nem. De 17 éven keresztül kell, hogy ismerjék egymást, tehát a csaj nyilván tudja, ez belefér a srácnak a humorkészletébe. Egyébként egy dolog tényleg ebben benne van, a 17 év alatt nem ismerte meg ennyire ezt az embert, hogy ennyire meglepte ez a dolog? Ezt akartam mondani, hogy 17 éve együtt vannak, és ennek a csávónak ilyen a humora, akkor valószínűleg már az 5. évben túl voltak azon, hogy a csajnak készített egy tortillát, és belerakott egy szart. És a csávó tök viccesnek tartotta. Na mi? Mekkora poémán, mi? Az itt egy marahús, az nem óriási! Na, ezek után egyébként a csaj csak magát hibáztathatja, mert ezt ott kellett volna hagyni. De aki idáig eljut, hogy ez egy vicc. De jó, én a csávót védem most, tehát...
17 évig együtt van ezzel a nővel, akkor csak bizonyította már, hogy baromira szereti. Tehát, hogy ne ezen egy ilyen tréfán múljon már az egész. Tudni kell a mértéket, azért annyira már ismerhetnéd a nőt, akivel együtt élsz 17 évig, hogy mi az, amit ő viccesnek fog gondolni, mi az, amit komolyan gondol, nem? Ezért vitt a nyilvánosság elé, hogy lássa azt, hogy mások is röhögnek. Nagyon nem röhögtek. Senki nem vette ezt a viccet. Ez a csáv egyébként azt fogja mondani, amíg beszélnek ezek után a csajnak, hogy mit vagy megsértődve, látod, hogy mindenki nevetett. Tehát ez egy jó vicc. Ő ezt fogja mondani. Lehet. Szandi, nálatok hogy nézett ki a lánykérés? Tehát, hogy a Csabi hogy térdelt, mi volt a kezében? Letérdelt elém egyébként, és úgy kérte meg a kezem, de már előtte már úgy beszélgettünk, tehát mi azért eléggé, hogy mondjam, ilyen racionálisan megbeszéltük, hogy... Ne ijedj meg, le fogok térdelni! Nincs ez kis párnak! Ne törj a csempe a térdem! Mi 7 éve voltunk már együtt, és beköltöztünk a házunkba, ami akkor még félkész volt, mert mi úgy költöztünk be, hogy ott még betonon mászkáltunk jó ideig, mert nem voltak függönyeim, meg semmi. És beláttak, képzeld el. Hát volt olyan, hogy álltunk sorba a postán, és akkor szembe lévő hegyoldalról így mondta a pasi, ott, hogy nagyon, nagyon szép a fenyőfájukon az a díszek szépek. Úristen! Na mi tetszett nézni? Szóval sokáig így voltunk mi, és akkor azt mondtuk, hogy ha már beköltöztünk a házunkba, akkor most már legyen, szülessen meg az első gyerek, de akkor leültetek beszélgetni a nemzés előtt. Milyen a háborús helyzet, milyen a klíma? Csabi, te beszélgetsz velem, te nem ezni akarsz. Nem ezni. Na igen? És akkor összeházasodtunk, és 9 hónap múlva megszületett a lányunk. Tehát, hogy nekünk ez egy ilyen... Ez mind a, picit ilyen... a karácsonyfa díszel együtt a válaszod az eljegyzésre? Igen, hát én igen. De nem mondtad el? Te hol volt? Én is azt várom, hogy Szandi, én maradtam, hogy volt? Te hol voltál? Honnan bukkant fel a Csabi? Ezé... Milyen zenesz, honnan állod vissza? Ezt így megbeszéltük, nekünk nem ilyen... De azt mondtad, a térdén állt. ...történt. Igen, mert aztán... Hát nem úgy ügyek, a térden állva. Na, térden állt a Csabi. Hát, jó, hogy nem gugolt. Úgy volt, hogy mi megbeszéltük, és mi együtt mentünk el megvenni a jegygyűrünket. Hol térdelt le? És akkor elmentünk anyukámékhoz, eljöttek a Csabi szülei is. Ott ültek a szülők, és akkor ő elkért a szüleimtől, ahogy ezt így szokták csinálni. Ki előtt térdelt? Apád előtt? Nem. De hol térdelt? Hol térdelt? Előttem letérdelt, mikor? És akkor a szülők előtt kérte meg a kezemet. Jó. Tehát volt egy ilyen, ilyen családi lánykérés. Tehát úgy volt ez nálunk, ki, hogy... A gazóra mellett. A nappaliban nálunk, ahonnan én eljöttem otthonról akkor, amikor oda költöztem a csapjóra. 10 percig a södörben vagy, akkor készen. Arra rátérdek, megkértek, hogy mit nem értetek ezen. Na jó, de ez szép, ahogy elmondtad. Ez szép, hogy ő elkért a szüleimtől, és akkor ott voltak a szülők, és akkor a előttük zajlott ez a dolog. Értem. Akkor nálatok, Laci, hogy volt a lánykérés? Nem volt. Nálunk lánykérés. Adtak? Vagy... Nem volt romantikus semmi? Nem, mi megbeszéltük. Szerintem ez egy megbeszélős dolog. Tehát pont, hogyha arról beszélünk, hogy emancipáció, meg egy... Miért nem mondhatná a nő egyébként? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy kérje, ne kérje meg a férfi kezét, mert ne... Hát nem így, hogy kérem a kezed, hanem azt, hogy... De a megdumálás, az szerintem tök oké. Okay. Szerintem is oké. Okay. Pista, tudtam. Na volt-e térdelés? Volt-e térdelés? Ez egy ilyen hibrid megoldás volt, mert... Mindenben hibrid. Ugye? Megbeszéltük a feleségemmel, hogy ez fog történni, ugyanakkor nálunk falun még ez úgy van, hogy elkéred a lányt az apjától. Életemben egyszer aláztam meg magam, akkor... Egyszer. Mondtam is az apósomnak, soha többet nem fog engem térden állva látni, és tőle kértem el a feleségemet, a rögtön ott a kis tűzrakó hely mellett a nyugágy. Az udvaron? Az udvaron. Hát épp úgy jött ki. Nem engedett be? De, mert akkor már így. Mert akkor már 10 éve együtt voltunk. Uh-huh. Lakva ismeri meg az ember. És ebben nem volt humor? Tehát te miért érezted megalázva magad?
Hát mert én egy másik férfi előtt nem fogok térdelni. Jó, hogy előtte térdeltél. Persze. Hát tőle kéred el a lányát. Hát értem, de letérdelve nem... kell elkérni az apukától a lányt. Még. Én így csináltam. Csivisz, te letérdeltél apu előtt? Kicsoda? De akkor már nem. Hazamegyünk. Nem, meg elkértem tőle. És akkor térdeltél utoljára az apja előtt? É, abszolút. Jó, hát meg amikor főztük a pálinkát a garázsban. De az más. Egyébként szerintetek, nem, inkább akkor Évi téged is megkérdezek, hogy te hogy képzeled a te lánykérésedet? Na? Hát ezt miért nekem kell elképzelni? Hát nem. Hát hogy... azt képzelje, aki meg akar, el akar venni, vagy meg akar venni. Drága mulatság, sokat eszünk. Na jó, de ez a... már a bankkártyás úr kérdezi. De sokféle lehet. Lehet a megbeszélős, mint a Laci, lehet a vidéki style, ahogy a Pista, lehet egy bevásárlóközpontban is közben elrohan az áprilisi tréfa. Nekem teljesen mindegy, mert hogyha szeret, akkor úgy is tudom, hogy szeret, és majd el fogja mondani, és nekem jó, megbeszélt is, egy a lényeg, így ne alázzon meg, mert soha többet nem lát, tehát ezt üzenem. Mindazok. Szerintem téged nem lehetne így veled ezt csinálni. Hát de nem ki kiúsztad volna a szájánál, te beleid szerintem. De ez is elvettem volna a gyémán gyűrűt, így indultam volna, ha azaz. Ugye, na és kimegyek, és akkor majd más rám húzza. Érdekes, hogy nektek nincs humorérzéketek. Már... Na hát, olyan humorérzékem legyen, mint neked van. Szerintetek őszintén, 17 éve vannak együtt, ezt ne felejtsétek el. Mi volt ennek a sztorinak a vége? Ugye annyit láttunk, hogy a csaj kimegy az étteremből, ott lett vége. Mi, hogyan folytatódott ez a sztori, szerintetek? Sehogy. Szerintem megbocsájtott a csaj. Aha. Komolyan. Egyébként én nem bocsájtanék meg, de igen. Bennem is csak a remény van, hogy nem beszélt vele többet. Tehát, 17 hogy nem vette éves kapcsolat. Laci, ereket hát sosem volt legalább azt meg kell beszélni, hogy költözik el, meg hogy van a praktikus részét. Nem tudjátok elképzelni, hogy a srác aztán utána megy, azt mondja, jaj, ne haragudj. Ez nyilván, nyilvános alázás volt. Igen. Meg az de a baj, ez a csáva egyébként tényleg ilyen humorral van, szóval már nagyon sokadik, ne, jaj, ne haragudj, csak vicc volt dolog. Akkor mire használsz, hogyha csak arra vagyok jó, hogy a vicceit tárgya legyek? De nem csak arra, hát ezt mondom, hogy ő 17 éven keresztül bizonyított, hát azért ők egy párt alkotnak. De... 17 év szerelem. És jó, szerintetek ez a csáva... Ha valakit szeretsz, hozod ilyen helyzetbe? Hát ez ez. Na, igen. Tegyük fel, folytatják, és mondjuk eltelik 3 év, és a csáva azt mondja, igen, hogy na, akkor feleségül kéne venni. Akkor az hogy történne, érted? Tehát már se iszi a lány, tehát hogy ezek után olyan nonsensz lenne. A csávó helyre tudná ezt hozni? Hát innen szép nyerni. Ezt a tréfát. Nálad, Évi? Hát igen. Nálam biztos, hogy nem. De hát 17 évet nem töltenék egy ilyen gyökérre. Tehát, hát, aki 5. évben mit csinál, kezd a díjába, izét tesz. Jó, hogyha a csaj okos, akkor kivárjál, mert a bosszú hidegen jó, és hazajön egyszer a kórházból valaki más gyerekével, hogy nézd, lett babánk, Prisba van, tényleg valamiért megérdemelne. De várjál, az nem jó, mert nem nyilvános, tehát valami nyilvánosat érdemelne hát megcserébe. De látom, hogy az Éviben ott nagyon megvan a kis bosszú katalógus. De miről beszélsz? Hát ezt ajnározod itt, már fél órája erről beszélgetünk, hogy ez mennyi... Mutattam nektek egy videót, azt hittem, hogy tetszeni fog. Hát nem tetszik, van ilyen, hát mindjárt vége a műsornak. Hát ez a különbség mi között, tehát látod, mi négyen értjük az életet? Mi érzünk! Mi négyen értjük az életet, Isten! Látod? A nézők már vascsővel verik egymást. Az a... Már megjöttek, akik utálják! Na jó, én nem folytatom ezt, nem jövök jól. Legalább láttatok egy vicces videó volt, ennyi. Így van, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Risztov Évinek. És Szandinak, Bájik Istának, és Lovász Lacinak. Holnap locsolkodás, ne felejtsétek, Szandi, sok locsolkodót kívánok neked nagyon keveset, Tiszta, azt szeretek. Köszönjük szépen, egy hét múlva találkozunk újra, viszontlátásra, jó éjszakát!